Arcpajzsokat gyártanak egy karcagi középiskolában. A védőfelszerelések 3D-s nyomtatással készülnek több színben. A nem mindennapi módszerekkel készített maszkokat egészségügyi intézmények kapják. 4 darab nyomtatóval dolgoznak, 3 óránként 8 pajzs készül. Egy nap alatt 16-ot hoznak létre. A Karcagi Szakképzési Centrum digitális közösségi alkotóműhelye is csatlakozott a 3D nyomtatókkal való arcvédő pajzsok gyártásához. Szolnoki digitális közösségi alkotóműhelytől kaptuk az ötletet. Ez a Pruza cégnek a gyártásában indult el. Gyakorlatilag egy globális dologról van szó. Egy 3D-s fájt kaptunk, amelyet itt a mi műhelyünkben kicsit átdolgoztunk. Ezáltal csökkent a nyomtatásnak az ideje, illetve egy időben egy tálcán két nyomtatóval, tehát két fájt tudunk kezelni. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy 4 darab nyomtatónk van, 3 óránként kerül le 8 darab ilyen pajzs, és egy nap két ütemben dolgozunk, tehát 16-ot tudunk létrehozni egy nap. Alapvetően 3 alapszínnel dolgozunk, a pirossal, a feketével, illetve a fehérrel, vannak még speciális filamentjeink, de ezeket azért nem használjuk, mert nem annyira merevek, a tartásukban nem annyira jók. Ez áll a rendelkezésünkre, és ezekből van kb. Végtelen mennyiség, úgyhogy ezeket tudjuk alkalmazni. Magának a pajzsnak a keretét azt teljes mértékben mi nyomtatjuk, és vannak kiegészítő részek, tehát a gumi, az elejére a spirálozó védőfólia, amelyeket elő kell készíteni, tehát gyakorlatilag, hogyha készen vannak ezek a pántok, akkor még nagyon sok dolgot kell megoldanunk, hogy elkészültve, illetve bevetésre készen legyenek ezek a pajzsok. Az iskola mérnök tanára mutatja, hogy hogyan is néz ki az arcvédő pajzs. Gyakorlatilag megvan a keret, picit sorjátlanítjuk ezeket az apró részeket, és hogyha ez készen van, akkor ezeket a spirálozó fóliákat alkalmazzuk. Ezek gyakorlatilag ebben a módban fognak fölkerülni. Amit meg kell csinálni, hogy a széleiről ezt a hegyes részeket levágjuk. Ez a felső rész lesz, az alsó résznél pedig szintén ugyanúgy. Ezt majd később fogom levágni. Ami most következik, egy teljesen egyszerű papír lukasztóval beállítjuk a távolságot. Érdemes vele próbálkozni, nem tudom, hogy milyen. Az egyik oldal átfordítjuk, egy kicsit állítunk rajta. Elkészült a másik oldal. Ezt a részt is lekerekítjük, ezeket a szúrós részeket, mire van a rajta. És innestől kezdve tulajdonképpen ez már bevetésre kész. Ugye az alsó részeken 4 darab pici kis kiugró részt látunk, és egész egyszerűen csak belehúzzuk ebbe a részbe. És a legvégső felfeszítésnél el is készült gyakorlatilag. Így néznek ki. Könnyen cserélhető, könnyen levehető, és hát ami nehezebb probléma, hogy ott a hátsó részen egy egyszerű gumival kell megoldanunk a fejnél a fölfogatást. Vastagabb guminál tulajdonképpen lehet az, hogy egy bemetszést ejtünk rajta, és akkor fölfűzős technikával, vékonyabb guminál pedig ugye a többszörösen átkötött, meg görcsözött verziót tudjuk alkalmazni. Hát ezt minden alkotó műhelyben ki kell, hogy tapasztalják, és igazából ez azáltal nagyon jó tartása van. Sokan szoktak aggódni, hogy nem jó ez a fólia, teljesen jó, tehát abszolút, hogyha megnézzük, akkor teljesen jól véd. Értelemszerűen maszk is kell alá, tehát ez csak a szemet, illetve a különböző nyálkahártya tekintetében veszélyeztetett részeket érinti. Teljesen funkcionáló. Ugyanolyan pajzs egyébként, amit a kereskedelmi forgalomban lehet kapni, csak nyilván ennek a töredékéért. Hát nagyon hamar el lehet készíteni. Pardi Sándor elmondta televíziónknak, hogy ezeket az eszközöket kereskedelmi forgalomban nem hozzák, kizárólag csak adományozzák. Én úgy gondolom, hogy ebben a helyzetben mindenki a segítő szándékát mutatta, és azt mondhatom, hogy örömmel vállalták ezt a feladatot, és csinálják ezt a maszkot. Elsősorban egészségügyi intézményekre gondoltunk, és már volt szerencsénk átadni a helyi kórháznak 25 darabot, ami készült.
Az elkészült első 25 darabot a karcagi Kátai Gábor kórháznak ajándékozták. Nagyon örültek neki, azért is örültek neki, mert ott látták, hogy lehet fertőtleníteni, tehát nincsen probléma, hogy nem tudják fertőtleníteni.